Már 8 éves korában is a térképek érdekelték Orr András grafikus művészt, aki az udvaron elásott kincsek megtalálásához saját térképeket rajzolt a testvérei számára. Orr András általános és középfokú tanulmányait is Nyíregyházán folytatta, diplomáit pedig később a Képzőművészeti Egyetemen és az Eszterházy Károly Főiskolán szerezte. A legnagyobb hatást elmondása szerint mégsem a kiváló tanárai, hanem saját családtagjai gyakorolták rá. Az egész családom ezzel foglalkozik, és én középiskolában egyébként édesanyám volt a rajztanárom, úgyhogy abszolút hatással volt rám. Apám is ezzel foglalkozik, az unokatestvéreim, testvéreim is ezzel foglalkoznak, szóval nálunk ez 3 generáció óta így benne van a családban ez a műfaj, tehát elsősorban a saját családom, mint szülők és mint tanárok, és illetve mint nagyszülők, mert nagyapám kezdte el, hatással vannak rám szakmailag is. A közel 20 évet felölelő tárlat litográfiákat és akvarelleket mutat be a grafikus művész különböző alkotói korszakaiból. Térképek érdekeltek már kiskoromtól kezdve, 8 éves koromból is maradt ilyen térképrajz, érdekelt ez, hogy lehet úgy megrajzolni valami területnek a képét, hogy érthető legyen, hogy mi csoda és mi hol van. Emlékszem, az első ilyen, amire emlékszem, az a saját udvarunknak a térképe volt, ahol elrejtettem ilyen kincseket, és ahhoz rajzoltam térképet a testvéreimnek, akik ezt megkereshették térkép alapján, és ezt így élveztem, hogy akkor úgy kell megrajzolni, hogy eligazodnak rajta. És hát innen jött, aztán rajzoltam egyre több térképet, meg érdekeltek a régi térképek, és akkor ez így fokozatosan az egyetem alatt átkapcsolt ebbe az itt látható műfajba, és igazából az egész kiállításnak is ez az összefogó eleme, ugye azért ez a cím, hogy 90 fok, egy ilyen 90 fokos felülnézetből indul ki minden. A kiállítás megnyitóján az alkotó munkásságát Piti Zsuzsanna festőművész mutatta be a közönségnek. Érdekes, hogy mindig előkerül ez, hogy fotó és naturális, és én nem látom ezt annak. Abszolút képzőművészetnek látom, nem súlykolnám be sehova, mert pont az a lényege, hogy annyi mindenfelé viheti a nézőt, és ez szerintem nagyon, ez a másik az, amit itt nagyon sokat ad hozzá, hogy a néző többféle úton hozzá közelíthet és átértékelheti magát, mert egy felülnézeti faképe nem biztos, hogy faként áll össze bennem, viszont nagyon sok asszociációra ad lehetőséget. Orr András 90 fok című kiállítását február 16-áig tekinthetik meg az érteklődők Nyíregyházán a Pál Gyula teremben.